Sziasztok! Ha már belekezdtünk a BJCP 2-es főcsoportjának az elemzésébe, akkor folytassuk ezt a sort a 2B-vel, az International Amber Lagerrel, azaz a nemzetközi félbarna ászokkal. Ezek közül a boltból most egy borsodi bivajt hoztam. Ez a sör volt az, ami már így a dobozán és megjelenésében is egy kicsit ezt a borostyános színvilágot hozta. Nagyon érdekes, hogy a BJCP mit mond erről a stílusról. Lényegében azt mondja, hogy igen, története országonként változó, és hogy általában ez egy változata ugye a tömegpiacra gyártott nagyüzemi lágereknek, és azt írja még, hogy tulajdonképpen ez a sör fölfogható úgy, mint az Altbiernek vagy egy bécsi ászaknak a lebutított változata, hiszen ízekben, különösen maláta ízekben nem éri el annak a jellegét. Tehát tulajdonképpen ez egy könnyen iható, lágy, picit malátás, nagyon enyhén karamelles, egyszerű lágersör, és hogy növeljem a képzavart, egy ilyen nagyon szép tekú jellegű pohárból fogom ezt most megkóstolni. Egyébként a BJCP azt mondja az adatokat, hogy az IBU-ja 8-25 körül van, az SRM-je 6 és 14 között, alkohol 4,5-6 között. Hát ugye a borsodi bivaj az 6 és feles, tehát ő egy kicsit kilóg ebből az intervallumból, de hát nyilván a nagyüzemi lágerek nem BJCP kompatibilisen főznek, legalábbis nem mindig, sőt többnyire nem. És tulajdonképpen egyébként a stílus nagyon sok mindent megenged, tehát mindenféle addíciót, nem is kell feltétlenül tisztán árpamalátából készülnie, hozzáadhatnak cukrot, színezőanyagot, tök mindegy, hogy amerikai vagy európai komlót tesznek hozzá. Itt most ennél a sörnél egyébként összetevők, víz, árpamaláta, komló, ugye élesztőt a borsodi sörgyár sem használ ezek szerint. Na de nézzük meg, hogy milyen ez a nemzetközi Amber Lager, mint stílus. Hát, Ambernek nem túl Amber. Nagyon-nagyon az alján van, már ha egyáltalán a borsodi bivaj oda tartozik, mivel mást nem találtam, amit el tudok képzelni ebbe a stílusba, ezért ezt most oda fogom számítani. Bár egyébként megjelenésében valóban egészen jól mondható rá az, hogy ez egy ilyen Amber lágeres, ezt a kamera is nagyon szépen visszaadja most, még ha a fókuszálással erősen gondjai is vannak. Ez tényleg egy lebutított bécsi ászak így megjelenésében. Attól függ, hogy hova tartom, milyen fény elé fordítom, de tényleg ezt a mélyebb, a pilzeninél mélyebb színárnyalatot hozza, de annyira nem durva, mint amennyire mondjuk egy bécsi ászaknak lennie kellene. Illatában van egy kellemes karamellmalátás illat. Kifejezetten kellemes karamellmalátás illat. Nincsen túl sok benne, éppen hogy egy pici. Megvannak azok a karamellmalátás, finom Maillard reakcióból származó illatok. Jön nagyon szépen egy lágeres karakter is. És ilyen nagyon pirítósos, kenyeres asszociációim vannak még. Nagyon kellemes. A Soproni Démon, ami ugye majd a 2C-nek lesz a videója, annak van nagyon hasonló ilyen karamelles, finom, édeskés maláta íze, csak ugye ott a pörkölt maláta jóval több, hiszen az egy fekete sör. Ő tényleg egy lebutított bécsi ászok. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez a borsodi bivaj igazság szerint egészen jó. Ahhoz képest, hogy borsodi. Igen. Tulajdonképpen ebben a stílusban ez tök jó ez a sör. Nem vagyok egy nagyüzemi sörfogyasztó. Most ezt a pár videót is csak azért csinálom, hogy a BJCP stílusokat be tudjam mutatni nektek. De ez szépen el fog fogyni. Az egy tök jól összerakott, inkább ezt a németes vonalat képviselő lágersör. Nagyon kellemes karamellmalátás ízvilággal, nagyon gyenge komlókeserűvel, és megvan az a nagyon karakteres, finom ászok karakter,
tehát karakteres ászok karakter, szóismétlés nem számít. Szóval van egy ilyen nagyon kellemes ászok karaktere. Úgyhogy ha ilyet próbáltok ki, bár nyilván már nagyon sokan próbáltátok, ez ebben a stílusban egy jó sör. Úgyhogy habja nincs, de egészségetekre!